Jó estét kívánok, ez az m és a híradó.hu közös élőben sugárzott hírhátér műsor a 48 perc, ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk. Én Lánci Tamás vagyok, a műsor házigazdája. A mai adásban többek között a baloldali árnyék kormányról, a szankciók okozta a gazdasági károkról, valamint az eszkalálódó háborúról beszélgetünk Böcskei Balázsral és Géphodor Gáborral. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Csapjunk is bele. Tegnap is a mai napon kihelyezett frakciülést tartott a Fidesz, gyakorlatilag elindul a politikai évad, a politikai szezon, és a Fidesz erősen kezdett, bejelentette Kocsis Máté frakcióvezető, hogy egy nemzeti konzultációt indítanak a szankciókról. Az első kérdés, Gábor, az, hogy szerinted az emberek relevánsnak tartják-e a témát? Tehát van-e véleményük a szankciókról, vagy ez egy ilyen politikai téma, amit, ami a politikusokat foglalkoztatja? Hát ugye lehetnének áll kérdések, olyan kérdések, amelyekkor a politika magával foglalkozik. Például szerintem az Árnyék kormány kérdése ehhez a kérdéskörhöz tartozik, és vannak olyan kérdések, amiket, ami mindenkit érint, és nevezhetjük őket bárhogyan, de lent van a lába a történetnek, mert összefüggésben van azzal, hogy meg tudunk-e élni, milyen kilátásaink vannak, szűkülnek-e a lehetőségeink, vagy pedig éppen bővülnek, és a szankciók, ha nagyon furcsa kifejezés, nem használjuk a hétköznapi életben, de biztos, hogy mindenki hallott már a szankciókról is, és látja az árakat, hogy mi történik a energiárakkal, mi történik az élelmiszerárakkal. Azt gondolom, hogy ennek a nemzeti konzultációnak nyilvánvalóan van piaca, és politikailag én egy eredményes és legitimáló felhatalmazást várok ettől a politikai cselekvéstől. Eredményes és legitimáló. A legitimálóval szerintem egyet tudunk érteni, hogy ez egy legitimáló aktus már, amennyiben a politikának a legtermészetesebb dolgát látjuk, amikor a politikus konstruálja a politikai valóságot. Tehát egy folyamatos jelentésadási kötelezettsége van egy mindenkori kormányzó pártnak, meg ellenzéki párt számára. Ugye mi itt a feladat? Az a feladat, hogy ezeknek a szankciók legyenek a kizárólagos, vagy a leginkább okai annak, hogy Magyarországon olyan energiárak vannak, infláció, háztartási költségek, amik soha nem látott az elmúlt 12 évből. Nyilván egy kormány, így az Orbán kormány sem válhatja meg azt a pillanatot, amikor alternatív jelentésadások történnek. Egyébként történnek, hiszen ezért jön létre a zárnyék kormány problematika, vagy éppenséggel intézményesül össze Magyarországon. És ez a nemzeti konzultáció a már érkezett politika konstruáló ritmusban és jelleggel Jó, módon ez most érkezik. egy ilyen, A politika tudósok az úgyhogy egy diskurzív elemzés, amit te most itt folytattál. Páran ismerjük enni az asztalnál, igen. Igen, de Nem próbáljuk meg most egy picit az életbe lerángatni ezt a témát. Tehát csak arról van szó, hogy amióta az Európai Unió elkezdte Oroszországot szankcionálni, azóta egész egyszerűen elszabadultak az árak. Nem csak Magyarországon, hanem külföldön nem csak Magyarországon okoznak problémát, hanem külföldön is. Tehát azért ez mégiscsak egy valid téma. Tehát itt nem egyszerűen arról van szó, hogy valaki konstruál valamit, hanem a téma létezik. Az, az, ez, így van, ellenben az, hogy mondjuk Magyarországon az, az Európai Uniós átlaghoz képest magasabb az infláció, az már nem csak egy szankciós kérdés az önmagában. Jövő. Az, hogy Magyarországon jóval jelentősebb az áremelkedés, mint mondjuk a környező országhoz, az egy, nem egy szankciós kérdés. Tehát okkal van annak meg a lehetőség, hogy az állampolgárok egy része úgy látja, hogy itt a kormányzó képesség, az a fajta kormányzás minőség, amit megszokhattunk le, és politikai kommunikációval, ez nem egészen Éri, éri, érik be, tehát nem kizárólag a szankciók az okai annak, amit látunk hát itt az elmúlt időszakban. Észtországban 20 az infláció. Mi nem is azt mondtam, egy hogy Észtország, csak egy országban 15 százalék, tehát itt azért az jól látható, hogy azok az országok, amelyek közel fekszenek Oroszországhoz és az energiahordozót jelentős részben onnan szerezték eddig be, mert honnan máshonnan vettek volna, akik ott jobban sújtanak, jobban sújtatja ezeket az országokat az áremelkedés. Szerinted ezt nem értik az emberek? Én, én, jó, hogyha az emberek felül ilyen racionális választókat képzelsz el a kérdésed mögött, és akik nagyon mérlegelnek ilyen különböző geopolitikai és Moszkvától való távolságot, mm -hmm. az energiahordozók diverzifikációját, de nem működnek az emberek. Pontosan hogy, az működnek, működik. az emberek, Gábor? Nekem a balázs érvelésében az nem tetszett az első nekifutásban, hogy azt mondta, hogy Magyarországon már egyetértek a kérdésbe rejtett állítással, hogy hát ez egy európai jelenség. Hát mindenütt mennek felfelé az árak, mindenütt hatalmas az infláció. Nem a magyar politikusok konstruálnak valamit, hanem egész egyszerűen óriási válsághelyzet van. Ha meghallgatod a szakértőket, arról beszélnek, hogy vagy soha nem tapasztalt helyzetben vagyunk, vagy megpróbálják olyan kritikus időszakokhoz hasonlítani, aminek a menedzselése, meg uralása, hát rendkívüli tehetségeket igényel. Én azt gondolom, hogy az emberek igenis értik, nagyon egyszerű dolgokról van szó, amíg béke volt, addig nagyjából kordában tartották ezeket a folyamatokat, és a perspektíva felfelé ment, jött a háború, és most összecsuklik minden. Szerintem nagyon egyszerű ez a történet. És mindenki tudja kapcsolni valahova ez a háború és a következményei. A háborúba a Európa nem úgy lépett be. Persze van, aki fegyvert szállít, meg aki fegyverekkel támogatja Ukrajnát ebben a történetben, hogy Európa háborúzik, hanem úgy lépett be, hogy szankciókat alkalmaz Oroszországgal szemben. És a szankciók hatását látjuk. Mindenki látja. Látják a híradásokat, látják, mi történik Németországban, Franciaországban. Egész egyszerűen szerintem az emberek. Tehát lehet, hogy nem mindenki abban az értelemben racionális választó, ahogy te a racionalitást elképzeled, de szerintem az emberek nem most tovább pontosan fel tudják mérni az érdekeiket, és hogy a helyzetük minek a hatására eredményeként változik meg negatív értelemben. Bocsánat, csak az rendben, most lesz egy nemzeti konzultáció, de mit fog ez változtatni Európa politikai térképén? 27 tagállam hozott szankciókat, ebből egy tagállamban az állampolgárok dönthetnek úgy, hogy a szankciókat nem támogatják, de meg fogja az érdemben változtatni a helyzetet? Azért tegyük hozzá azt is, hogy 11 ezer, kb. 11 ezer szankció van már Oroszországgal szemben 2014 óta, tehát brutális. Nem is értem, ez már egy orbeli világ. Itt én megint olyan, ha már sémákról beszélünk, olyan helyzetet érzékelek, mint a migráns kérdés esetén hogy egész egyszerűen van egy ország, van egy politikai test, amelyik azt mondja, hogy Értem, hogy mi a probléma. Szemben megyek vele, megkérdezem a választókat, és a választók felhatalmazást adnak arra, hogy cselekedjek. Az eredményesség, az egy másik kérdés. Ugye itt a szankciókat fél évekre hozzák, és a hosszabbításukról döntenek, most döntöttek erről, de itt van egy politikai célkitűzés, hogy az a magyar kormány szendék, hogy Brüsszel vonja vissza a szankciókat. Szerintem önmagában azért, mert a magyar kormány mondja, az nem lesz elég, és az sem lesz elég szerintem, hogy a választópolgárok e az akarat mögött állnak, de majd esetleg a német, a francia, az olasz, stb. választópolgárok akarata, felháborodása, a dühe, indulata, az lehet, hogy kiúzanító hatással lesz az európai politikai előtt. De milyen nemzetközi reakciókra számítasz? A nemzeti konzultációra? Uh -huh. Azt hiszem az, az, az a kérdés, hogy a nemzeti konzultációt követően milyen, gyakorlati cselekvések jönnek, hiszen ne fejtsük el, hogy egy olyan kormány kezdeményező kezdeménye a nemzeti konzultációt, ami a tanácsban támogatja ezeket a szankciókat, és támogatta ezeket a szankciókat. Tehát ebből a szempontból ez egy sajátos helyzet lesz majd. Nem ezt tudom, hogy ezt, hogyan kell felolvasni. Lávjegyzetelni kell ezt a kijelentést, hiszen a magyar kormányzat mindig elmondta, hogy a tulajdonképpen nem támogatjuk, de az uniós egység fenntartása miatt megszavazzuk. Rossz ötletnek tartjuk, tehát ezeket mindig elmondják, sőt, hát ugye az energiaszankciókhoz a magyar kormány kijelentette, hogy de facto nem hajlandó hozzájárulni. Igen, ugye műsor elején hogy itt a diszkurzív politika tudomány felé vagyunk. Itt mindenki olyan ülnek az aztán, akik a politikai cselekvést elfogadják egy attribútumnak, tehát az output ebből a szempontból, ami egyébként vizsgálandó, ez pedig az, hogy támogatom. Na most, amit a Gábor mondott, ugye, hogy értik-e az emberek, vagy nem értik -e az emberek, akár mondjuk a nézőpont elemzését nézzük, mérését, akár az ideamérését, tehát mind a két oldalról vegyünk akkor mérést, mind a kettő azt mutatja, hogy az emberek, a peremszavazók egy része elkezdett távolodni a kormányzó párt. De most ezt meg tudjuk magyarázni politikai, szociológiai érvelésről, hogy kik ezek és milyen típusúak a szavazók, de történik. De a Gábor azt mondja, hogy értik az emberek ezt, ezt a szankciókérdést. Én, én, pont egy beszélgetést hallgattam vele, amiben azt mondja Budapest városvezetés kapcsán, hogy mikor egy politikus magyarázkodik, állítja a Gábor, akkor, az, az, akkor arra felkerül az a kérdés, hogy akkor miért van ott, mi a cselekvő pozíciója, mi a kormányzás akkor. Ugyanez a kérdés itt is felvetődhet az állampolgárok nem jelentétel részénél. Jó, jó, értjük, hogy itt szankciós politika van, értjük ennek az árát, értjük a háborús körülményeket, tehát arra kaptál felhatalmazást, hogy kormányozzál, és jelen körülmények között minimalizálja a vásárlást a veszteségeit. Az lesz a kérdés, hogy az állampolgárok ezeket a válság minimalizáló politikákat látják-e majdnem a következő időszakban? Hát Hiszen nem, a felhatalmazásból ez következik. Azokat a mi? kormányzati intézkedéseket, amelyeket hiányolsz, azokat a magyar kormány megtette amit egy nemzeti hatáskörben meg ebben a helyzetben, ahol az infláció így megy fel, a gázárak, energiárak így mennek fel, hát nem tudom, tehát a rezsicsökkentés tartása, a különböző beavatkozó lépések, az ásapkák, amiket egyébként baloldali politikusok kifogásolnak, szerintem ez már eleve egy olyan törekvés egy nemzeti kormány részéről, amelyet egyébként nem, nem, igazol vissza egy európai gyakorlat, tehát a magyar kormány előre járt ebben a kérdésben, utána kezdtek észhez kapni a különböző nemzeti kormányok, hogy elszabadul az indulat, hogyha nem avatkoznak be például a gázárak vagy az energiaárak megfékezésébe vagy állami kontrolljába. Szóval én, én nem látom, hogy a hiányérzeted miből fakad mert azt gondolom, hogy globális válságról van szó, a, a, válságok, a háború és a ráadott reakció, a szankciók, és ebben a nemzeti kormányok cselekvő képessége, hát nem teljesen szabad pályán mozog, tehát korlátozott. Ebben a korlátozott játéktérben én azt látom, hogy a magyar kormány nem csak, hogy a teszi, ami tehető, hanem még azt is teszi, ami nem tehető. Ebből vannak a nemzetközi viták. Bales szerinted az ellenzék hogyan fog reagálni? Azt tudjuk, hogy eddig a konzultációk intézményét azt gyakorlatilag megpróbálták elhallgatni, nevetségesé tenni, tehát próbálták lefelé játszani az egészet. Illetve amikor ők próbálkoztak ilyenekkel, előfordult, hogy a jobbik, a jobbik akkor volt. pedig kudarcot Igen. vallottak, mert ez arról is szól, hogy a, az emberek ki, milyen politika mögött állnak sikerül-e megszólítani az embereket, sikerül-e partnert találni az emberekben a közös célkérdésre. ebben az. a kérdésben hogyan fognak reagálni az ellenzéki pártok? van um, fogok válaszolni, csak nem akarok udvariatlan lenni a nézőkkel szemben, hogy, hogy amikor ellenzéki pártok alatt nem biztos, hogy azokat értjük. Én a továbbiakban nem tudok olyan ellenzéki pártokról beszélni, azok, akinek a jelentős társa, akinek a társadalmi támogatottsága nem éri el a küszöböt. Ennek megfelelően ma azokat az entitásokat kell néznünk, akik küszöbb fölött vannak, tehát akkor szűkítsük le is ezt a kört, mondjuk a... Együk a parlamenti pártokat, nem? A parlamenti pártokat sem vennék ide, mert ez egy, úgy tűnik, hogy ez egy olyan műsor, hogy idegen szavakat is használunk. Ez egy finoman szóval is, vagy távoli szavakat, politika elméleti probléma, hogy egy százalékos pártoknak 5 feletti jogosultsága van. Tehát ezért ezt oldjuk fel, és maradjunk az, hogy a politikának az alapja a támogatottság. Tehát te most a DK-ról akarsz beszélni? Vagy a momentumról akarok beszélni, vagy a mi hazánkról akarok beszélni. Tehát értelmezhető támogatottsággal a bíró pártokról. Szerintem az egyik az megadta a választ az árnyék kormányjal, és ahogy a kormányzat továbbra is nem tudok eltekinteni ettől a kerettől, de konstruálja a szankciók és az Európai Unió válságkezelés problémáját. Úgy nyilván van az árnyék kormány, ezt egy Orbáni válságkezelés kudarcának, vagy másként levőségének fogja tételezni. Szerintem nagyszerű, nagyszerű játék lesz. Meg fogjuk látni az eredményt, hogy a, a te szavaiddal élve a két konstrukció közül melyiknek hisznek az emberek. Annak kell, hogy látják, hogy mennek fel az árak, Európában is mennek fel, és mi történik, mi lehet ennek az oka, vagy van a gonosz Orbán, aki elbaltázta, és ennek következtében szabadulnak el az árak, mondjuk Franciaországban is, meg Németországban is, meg Olaszországban is. Lehetséges, de én megpróbálok a Tamások a kérdésére végigmotorozni. A mi hazánk pozíciója nincs meg ebben a kérdésben, és a momentumot sem az valószínű ugyanabban a logikában lesz, tehát nem, nem próbál alternatív irányokat felmutatni lásd ilyen árnyék program, kormány szerűen, hanem valószínűleg az általad valamelyik megidézett stratégiával, bagatelizálás, nem a lényegi kérdés, és a többi. Ebben nem, vált, nem várok azért, hogy olyan ellenzéki ritmust váltás, sem nyelvi, sem politikai értelemben. Volt már, vagy egy tucat nemzeti konzultáció. Az emberek azért mégiscsak ezeken részt vesznek. Tehát azért ez egy, ez egy sikeres politikai akció. Nem tudod -e elképzelni azt, hogy esetleg az ellenzéki pártok azt mondják, hogy akkor stratégiát váltunk. Tehát megpróbálunk konstruktívak lenni. Ez, ez, ez áll a részemről? Hát ugye mi a sikeresség kritériuma, hogyha egy 3 milliós szavazótábor, vagy 2,7 millió szavazótábor, 1 millióan, hiszen legutolsóan van 1 millióan írták alá, hogyha ez siker, akkor persze abszolút ez egy sikeres. Nyilván egyébként ez egy jelentős mozgósítás, vagy mobilizáció. Á, hogy is mondjam, szóval sajátos a kérdésed, vagy a felvetésed, mert hogy ezek a kérdések nem egyszer, nem kétszer a nemzeti konzultáció tekintetében, és itt látok minőségi különbséget a kérdések, illetve a válaszadások módjából, de a közvélemény konstruálástól kezdve a kevésbé konzultatív jellegen át minden bent van. Nehéz lenne támogatni egy olyan álláspontot, amely a kérdések között, helyesebben a válaszok között az ellenzék aktuális vezető vagy vezetőbb pártjai tekintetében nincs ott az álláspont. Ez legyen a kormányzati. Én pedig el része. tudnék képzelni egy ilyen politikai realitást. Például el tudtam volna képzelni a háborúval kapcsolatban is tavasszal, hogy mondjuk nem szembe mennek a kormányjal egy ilyen kérdésben, hanem felsorakoznak és azt mondják, hogy persze van köztünk vita, de abban egyetértünk, hogy békére van szükség, és hogy ez nem a mi háborunk. Nem ez történt tavasszal. Ugyanígy az energiaszankciók mindenkit érintenek, politikai színezettől függetlenül. El tudnám képzelni, hogy azt mondják, persze, el tudnám képzelni, hát élénk a képzelőerőm, tudom, hogy nem ez lesz a realitás, de ez egy reális politikai stratégia lehetne, hogy ezek olyan fajsúlyú kérdések, és olyan mély a válság, olyan környezetben vagyunk, amit még nem tapasztaltunk, hogy mi belépünk a Nemzeti Egységnek ebbe a koordinatív politikájába, és azt mondjuk, hogy persze, az energiaszankciók helytelenek, mi is támogatjuk a Nemzeti Konzultációt, és így tovább. De természetesen nem ez fog megtörténni, hanem a baloldal megint egy olyan pozíciót foglal majd el, amiből nem tud kijönni. De nem támogathatsz egy olyan politikai projektet, amelyben a te gondolataid, értékrendszereid, így a válaszoló nem jelenik meg? De Balázs, ezzel azt mondod, hogy akkor a baloldal támogatja a szankciókat. Nem ezt mondtam, én azt mondtam, hogy nem lehet olyan politikát támogatni, amelyben neked nincsenek az értékeid reprezentálva. Az nem az a politikai közösség, de Ezt mondja. Ezek a válaszokban nem lesznek ott, amit a DK, vagy a Momentum, vagy az x gondol. gondolt. Nem itt lehet beállni mögé. Az, hogy Közösen mondjam, születik -e az nemzeti hogy konzultáció nem a esettem, van, De az, menjük, hogy nem hogy hogy hívják meg a szakértőket az Erzépról, hogy szövegezzék a, a nem értékvilága van, hanem magas vagy alacsony. A szankciók is, vagy elutasítom, vagy támogatom. Tehát ez szerintem nem értékvilág kérdése, hanem pozíciófoglalás. Ne, szerintem kérdése. Egyébként értékvilág kérdése, tehát végül is én úgy tudom, hogy a DK például támogatja a szankciókat. Tehát több baloldali politikus elmondta, hogy szerintük a szankciók működnek, jók. Neked mi erről a véleményed egyébként? Most tényleg kilépve egy picit a diskurzivitásból, működnek a szankciók, vagy nem? Milyenek a szankcióknak? Nem tudom definiálni a szankcióknak a... a... Megint vissza, a de, vissza, de ugye ez egy politikai kérdés, egy politikai kérdést, egy politikusnak szóló kérdést, politikusnak tegyél fel, valóság megismerő embernek, valóság megismerő kérdést tegyél fel, úgyhogy Jó, én ezt átfogalmazom ezt a te kérdést. is jársz vásárolni. Tehát értem, magánemberként van, kell, hogy legyen vélemény. Értem, értem erről. és engem Ezért ez érdekelnek. Szerinted működnek -e? Ez egy világos kérdés. Mind mérem a működést, az árakon méz a működést, vagy egy politika lehetséges befejezésének? Hát azon, kérdés. amit a szankciók meghirdetésekor a meghirdetők mondtak, össze fog omlani Oroszország, Oroszországot vissza fogja tartani a háború folytatásától. Ez volt a szankciónak a mondjam, küldetése, és ez rövid távon nem teljesült. De ugye egy háborúban, itt megint csak emeljük meg a beszélgetést, ott, hogy mi a politikai idő, meg mi a politikai cél, az egy folyamatosan változó. változó tud dolgok. lenni a január. Ezt tudom ez mondani érte. az időre, amikor ez esetleg egy poli, nem ez lesz egy gáz. folyamatosan változó ebben a tekintetben. Tehát az, hogy ezek a szankcióknak, megfordítom egyébként egy, szívesen a kérdést, mert akkor próbáljuk, akkor angolnázunk egyet, hogy a, mi az Orbáni békekoncepciónak a lényege. Tehát ne legyenek szankciók, és akkor utána mi fog történni? Tehát mi történik Európával, mi történik az orosz viszonyokkal, mi történik Ukrajnával, hogyan ér véget ez a háború, amennyiben azt mondjuk, hogy a szankciókat ki kell vezetni. Mi fog utána történni? Amikor itt ebben a műsorban a helyeden egy liberális expolitikus ült, akkor ő hetekig amellett érvelt, hogy de hát Európának valahogy válaszolni kellett erre a konfliktusra mert azt nem engedhetjük meg, hogy az agresszor, tehát hogy igazságot kell tenni. Én akkor is azon gondolkoztam, és mindig azt mondtam, hogy vajon az igazságtevés az a mi dolgunk-e egyfelől, tehát a mi háborunkról van ez szó, másfelől pedig, hogy azok a szankciók, amelyek láthatóan, és most már lassan mindenki által érezhetően nekünk fájnak, és legyük zárójelben, hogy Oroszország ellen használnak-e vagy nem, úgy látom nem használnak -e egyébként, rövid távon, politikai időt tekintve nem használnak, hogy azok megfelelő eszközöke az igazságtételre. Nem lehet, hogy itt valami másról van szó? Nem az igazságtételről, hanem érdekekről, nagyhatalmak szaváról, nagyhatalmi befolyásolási kísérletről. Kinek a háborúja ez? Na most Kinek ugye... az eszközeit vesszük magunkra ilyen politikai hablagybeszédekkel, mint amit az európai politikai elit kifejt? Hát ez egy olyan kormányról beszélsz, magyar kormánynál, aki elítélte az agresszort és az, agresszi, az orosz inváziót az első percektől kezdve, nem is az első percektől, a az megfelelő ütemben van. megért. Az Feltételezem, van. hogy aki egy ilyen esetben elítélő ö, gesztussal és állít, politikai állítással lép fel, annak van normatív másképpen nem tudná agresszornak tételeződni, tételezni Oroszországot. Egy ilyen szankciós logikát követően, amit azt mondjuk, hogy vezessük ki a szankciókat, ez a normatíva, ez, hogy van egy agresszor Európa keleti részén, ez hogyan tud érvényesülni, hogyan tud magának érvényt szerezni, ha az agresszornak terepet, helyet, legitimitást nem, adta. Egy, nem egy A kérdés ez? Megmondom miért. Tehát most, amikor hamarosan életbe lépnek a, az energiaszankciók, legalábbis az első lépcső, ugye olajat majd nem fognak nyugat-európai országok, sőt a legtöbb európai ország nem fog orosz olajat vásárolni, de mindenki pánik szerűen elindult a világba, hogy olajat kutasson föl, valahonnan ugye a hiányzó orosz olajat pótolni kell. Hova mentek? Mentek Szaudarábiába. Mondjuk úgy, hogy nem a liberális emberjogi vár. Riád és, és Szaudarábia. meg mellette egyébként háborúban áll egy szomszéd országgal. Tehát, csak a, a, tehát, hogy ha az én kérdésem az, hogy hmm. ha Oroszországot meg kell büntetni, mert háborúzik a szomszédországgal, és tőlük, tőlük nem lehet vásárolni olyat, akkor ugyanez miért nem vonatkozik egyébként Szaudarábiára? Tehát Szaudarábiából miért lehet? Tehát nincs itt valami ellenmondás, és akkor még Iráról nem beszéltem, Mi szintén ö, európai szemszögből nézve mondjuk nem a kívánatos állapot, nekem, én nem akarok pálcát törni Irán fölött, de mondjuk úgy, hogy Brüsszelből nézve az nem a kívánatos állapot, ami ott van, jogi tekintetben. Tehát Irán hirtelen elkezdett egészen jó színben feltűnni, ami ott olaj kell. Tehát nem lehet, hogy a reálpolitikát itt valaki összekevert az ideológia csinálással? Hát ki az a valaki, csak hogy jobban tudjak hát válaszolni? Jó kérdés, és ez is egy kérdés felé, igazából, hogy valójában ki alakítja Európa politikáját? Itt van a kontinensen, vagy az óceán túlsó partján ül? Szerintem, amit szívesebben beszélek, az, hogy amit, amit, amit mondtál a Szaudarábia kérdés kapcsán, hogy láthatólag van egy, van egy, van egy, tehát én például nagyon realista szemmel néztem, vagy reálpolitikus szemmel néztem Németországnak a hasonló együttműködéseit Oroszországgal, vagy a Kínával való együttműködéseket. Tehát Magyarországon látunk a magyar kormány részéről, az bizonyos értelem, most nem lesz nem fogok mondani mértékegységet, de de hát eltér mondjuk a német keleti nyitástól, ami egyébként egy létező jelenség. És nekem ezzel a fajta reálpolitikával, meg kölcsönös gazdasági függőségek rendszerével nincs is gondom, abból a tekintetben, hogy hát ezek realitások. De nekem ott van még továbbra is az a kérdésem, hogy ez a kormányok és ezek a kormányok normatív értelemben ítélik el Oroszországot, letehetik-e a fegyvert, legyen ez fegyver vagy 2014-ben 2014 Oroszország lerohanta a krímet, megszállta, és ennek ellenére Európa nem döfte Na ez magán. a kérdés, hogy vajon pont nem ennek tanulsága az, hogy ennek a háborúnak bizonyos folytatódnia kell, mert hiszen az a stratégia, amiről, ami, vagy az az eseményeket te most felhorzsolsz, az pont ennek az európai megengedő, vagy realista politikának a kudarca lehet. És mit szólsz ahhoz a gondolatmenethez, hogy mondjuk Merkelig bezárólag volt egy illúzió, hogy Európa önjáró. Meg tudja fogalmazni az érdekeit, van saját akarata, lehet saját utat járnia és Merkel után, és most nem Merkelhez kötöm feltétlenül, csak hogy mégis egy idő időintervallumot kijelöljünk, valami változott, és erre az orosz helyzetre, erre az orosz agresszív, agresszor lépésre egy más reakció történt, de nem azért, mert Európa akarta így. Nem azért, mert kiderült, hogy az egy illúzió, hogy Európa önjáró, van saját akarata, lehetnek saját céljai, és Amerika mozgásba lendült. Én akkor nem konstruálok, hanem ajánlatot teszek arra, hogy nevezzük meg a jelenségeket. Amerika mozgásban lendült, szerintem ez egy amerikai-orosz háború. Egész egyszerűen, ahogy Európa viselkedik az ideológiai hadszintéren, én ezt ismerem, ezt a nyelvet és ezt a logikát. Sok száz ilyen Rambó-típusú film után ez, ez teljesen világos, hogy miről szól. Vannak a jók, meg a rosszak ki kell heggeszteni a civilizációból Oroszországot, Európának egyöntetően kell viselkedni. Vannak olyan érdekek, amelyek azt mondják, hogy Európának vállalni kell a terheket, mindegy, mit szól ehhez a démosz. Lesz mód reagálni, de most egy rövid szünetet tartunk. A beszélgetést a hírek után folytatjuk itt az m és a hírodóhu Kérem, hogy tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben. Az első részben arról beszélgettünk, hogy a szankcióknak van-e hatása. Én szerintem a kérdés megválaszolja egyébként a bizottság versenyjogokért felelős ügyvezető alelnöke, Margarete Festager, aki arról beszélt, hogy az ellátási láncok teljes európai összeomlásának az elkerülése érdekében gyakorlatilag egyfajta tervgazdaságot kell bevezetni. Nem tudom, hogy találkoztatok -e ezzel a javaslattal. Ő azt mondta, hogy át kell szervezni lényegében az európai gazdaságot és egyetlen központból kell megmondani, hogy a nagy üzemekben ki, mit, mikor és milyen mennyiségben termel. Na most én egy olyan rendszerbe születtem, ahol ezt már egyszer kipróbáltuk. Nem volt jó. Az én nem azt működött. Mondani, hogy és azt nem hittem... nagyon tudok olyan helyet a világon, ahol ez működött. Azt hittem, hogy ezt már legyőztük. Hát amikor születtél és itt nem a korral játszva, akkor már ugye rég megjelent a második gazdaság és a különböző Kikerülése a tervgazdaságnak, tehát hogy visszaférhetően a point, nem ez fog történni. Meglepődnék, hogyha a tagállamok pont az ellátási problematikának a fontossága véget bármilyen értelemben ellátási kiszolgáltatottságonak hoznak saját tagállamik számára, úgyhogy ez egy, jó, ez egy szükséges, riadó és felvetés és felkiáltó jel, de meglepődnék, hogy ez. De ez, a, de ez a bejelentés most, ha megvalósul, ha nem. Igen, nem, nem azt jelenti, hogy nagy a baj. Hát azért a nyugati ember, mondjuk, hogy ez 50-es évek óta azért azzal nem találkozott, hogy mondjuk jegyrendszer van, vagy azzal, hogy bizonyos gyárak leegyszerűsítik a terméküket, és akkor sorozatban gyártanak annyit, amennyit a központból mondanak. Hát ez hadigazdaság, második világháború. Nagyjából akkor volt a világnak a boldogabbik felén ez jellemző illetve hát mondom, mi itt a, a vasfüggöny mögött ezt így kipróbáltuk, csak nem annyira működött. Hát igen, tehát amit mondasz, az a realitás, mennyit tankolhatunk, mennyire fűthetjük fel a lakást, és így tovább, ezek a nyugat-európai, illetve európai életnek a realitásai lesznek ezen a télen, és ki tudja még, mi vár ránk a következő télen, mert arról még beszélni sem merünk, hogy mi történik, ha folytatódik a háborút, az ellátási láncok tényleg szétmennek, és akkor hogy fogunk fűteni, világítani a következő télen, ami, megértem, hogy a, a hivatalban névű politikusok nem pedzegetik ezt a kérdést, mert ez forgatókönyveket vetít előre, de azt a szót, hogy hadigazdálkodás, azt már kimondják a politikusok. Mm. Ez az idézet, amit mondtál, ez is arról szól, hogy egész egyszerűen egy új világ sarokpontjaihoz kell igazítani az életünket, és nem tudom, hogy ez hogy fog menni egyébként a nyugat-európai embereknek, és nekem ez, ez okoz igazából fejtörést, hogy az európai politikai elit engedelmeskedik valami külső akaratnak, az erősebb szavának, de hát van valami elszámolni valója a saját választópolgárai felé? Vagy mi felé megyünk egy olyan világ felé, hogy ilyen, mint Mexikóba, hogy majd körbekeríti magát az európai politikai nincs, nincs egy olyan érzésed, hogy átverték az európaiakat? Hát amikor elindult a háború, és a szankciókat bevezették, akkor azt mondták, hogy az orosz energiahordozók nélkül vígan megvan Európa, nem kell aggódni. Bárhonnan lehet a világból folyékony, cseppfolyós gázt vásárolni majd az kiváltja az orosz gázt, olaj is van, rengeteg, nem, nem kell aggódni. Én emlékszem ezekre a mondatokra. Tehát ez akkor sem volt igaz, mert akinek van mondjuk egy minimális jártassága energetikában vagy van otthon internete és leellenőrzi, hogy a világban mennyi a felelhető szénhidrogén és azok honnan merre mennek, akkor nagyjából tudta, hogy ez nem igaz, de ezt mondták felelős európai vezetők. nem, nem beszélve nem... a zöld energiáról. De hagyjuk Balázs. Én pont azokkal beszélgettem, akiknek van otthon internete, és azokkal a politikus megszólások akiknek van internet, internete, és azok nem vallották ezt ennyire konszenzusosan, hogy ez egy rövid háború lesz, és az sem, hogy ez kiváltható. És amit a Gábor mondott, ott van egy kulcs, hogy ez a háborús szankciós politikáról való beszélni, de ez hol tud megváltozni? Ott, hogyha mondjuk az európai közvélemény elmozdul a békepártiság tekintetében. Én ezt nagyon Hát nem azt mondjam, hogy érdeklődve figyelem, érdeklődve, de nagyon fájdalmasan is figyeljük az, az, árak miatt. Azt, hogy vajon megérkezik abba a pozícióba mondjuk a, az európai osztály egy jelentős része, egy jelentős része, ahol mondjuk volt mondjuk a migráció kérdésében, ide akarok utalni, ugye akkor Orbán Viktor egyedül állt ezzel a fronton itt a keleti mindenképpen, vagy közép-kelet-európaiban, hogy itt migrációs kérdés lesz akkor egyedül képviselt ezt, vagy hát azért ne legyek én elnagyolt, mert ezt a Gábornak kell mondani, hogy egyedüliként képviselte. Tehát nem sokan képviselték ezt a közpolitikai politikai álláspontot, és megérkezett, felzárkózott hozzá a nyugat-európai politikai osztály egy nem jelentéktelen része, nem egyforma mértékben, tehát azért legyünk korrektek ebben a tekintetben. Az lesz itt a, a kicsit hasonló, mint a koronavírus járvány kezelés, ott is ugye mindenki elkezdte a maga divers módján megoldani ezt a, ezt a vírus kezelést, és nem várta az Európai Uniós folyamatoknak a teljes beérésére. Vajon az fog történni a politikai osztályjal, és ilyen értelemben annak megelőlegezve az európai közvéleményel, hogy megá, megindulnak a békepártiság irányában. Ma még ebben hogyha megnézzük az európai tagállamokban végzett kutatásokat, ma még annak az álláspontnak, hogy ez hogy az igazság, tehát az Oroszország legyőzéséig, totális vereségéig kell menni, a totális talán inkább felazítanám, akkor abban még az európai közvélemény egyöntetően benne vannak. Kivétel, mondjuk adott esetben az olaszok, kivétel, mondjuk több országok nem jut eszembe, de olvastam. Tehát még a békepárti tábor nem alakult ki. Ha ez kialakul a békepárti tábor több tagállamban, akkor jön szerintem az a fordulat, hogy többen lesznek a szankciók, eh, hogy is hogy olyan kivezetése vagy felpuhítása kapcsán, de még ez majd nem ez a pont. Mondtad itt a migrációs válságot, vagyis te a valóságról beszélsz. Tehát, hogy a valóság kényszeríti rá a politikusokat arra, hogy ne hazudjanak a választópolgároknak. Ami a Tamás kérdésében benne foglaltatik, hát az arról szól, hogy hát egy az egyben hazudtak a választópolgároknak. És csak egy széljegyzetet tennék ide, a kedvencem itt a zöld gondolat, meg Greta Thunberg, hogy hova tűnt például. Tehát, hogy most, a, mintha a zöld gondolat is átértékelődne. Most, hogy kiderül, hogy milyen nagy baj van, most akkor, akkor mégse zárjuk be az atomerőműveket, lehet akkor szénnel fűteni, és így tovább. Tehát, hogy az a problémám ezzel az egésszel, hogy a, a, császár tényleg mesztelen, tehát az európai politikai elit eljátszotta azt a politikai tőkét, amely felhatalmazná őt arra, hogy például minket, magyarokat kioktat arról, hogy mi a demokrácia, mi a jogállamiság, hogy kéne működni egy normális 21. századi demokratikus politikai berendezkedésnek. És én attól tartok, és én azt mondom, hogy, hogy a következő időszak, évek arról szólnak, hogy hogy lehet a düh valaholyan intézményesíteni, tehát az európai politikai vezetőknek szembe kell nézni a választópolgárok dühével, hogy el fogják terelni, ki vezetik valahova, csinálnak el problémákat, mert szerintem egész egyszerűen a kukta az rotyog, tehát valami a mélyben elkezdett mozogni és ez nem lesz, hogy milyen kezelhető szerintem szép szavakkal, mert egész egyszerűen az európai polgár nincs hozzászokva a 18 fokhoz, meg a jegyrendszerhez, meg a hadigazdálkodáshoz, meg hogy a jövő az sötét. Akarsz meg erre röviden reagálni? Azt hiszem, hogy nézzük akkor a belpolitikát. <síns> 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 mert röviden nem lehet nyilván. Nem csak az európai kukta rotyog, hanem a magyar ellenzék is, legalábbis a DK bejelentette, hogy árnyék kormány alakít. Mi az az árnyék Csak a nézők kedvéért tisztázzuk. Ez mi? Hát az árnyék kormány az egy létező intézmény, hogy hangos száz országokban hozzon, de nem, gondolom, nem vizsgáztatni tettet fel a kérdést. Ugye mire szolgál az árnyék kormány? Két pártrendszerekben elég gyakori. Magyarországon két párt úgy néz ki hiszen van egy biztos szavazó pártászó tekintetében. Előbb még ]ben. csak a, azokat a parlamenti pártokat <laughs> írtad le, akik jelenleg a te nem érik el az 5%-ot. Másiknál se. Igen? Uh -huh. Tehát van egy 50 százalékos kormányzó Jó, párt. tehát most már csak a DK van. Jó, tehát ezeket egyetértünk, tehát hogy ne, 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 ne. egyedül a DK mutat életjeleket, de akkor nézzük, hogy... Végigmegyek akkor a ritmussal, végigmegyek a történet, hogy a két párt országban elég gyakori az árnyék kormány meg a megléte, um, még például annak okán, hogy a ellenzék vezető pártjának, uh -huh és akkor kicsit fölpuhítom a két párt rendszert, a kommunikációja egyértelmű legyen, értelmezhető legyen, centralizált legyen, megvalósuljon a mindenkori kormányjal szemben egy letapogatható kormányzati ellen narratív vagy ellenjavaslat. Volt ez igény az ellenzék részéről, ti is mindig számon kértétek már a ciklusok elején, hogy mi az alternatív javaslat, most megtörténik ez intézményes vagy árnyék kormány formájában. Hogy ezt a DK teszi, abban még ugye nincsen meglepő semmilyen értelemben, hiszen a legnagyobb eufemisztikus lenni, a kifejezéssel élni támogatottsággal bíró párt, az azt követő, az ő blokkján, tehát a baloldali liberális zöld oldalon található párt, egy 6%-os párt, négy, hogyha teljes népességet nézzük, vagy öt, ilyen értelemben olyan sok meglepő nincsen, hogy az ellenzék vezető pártja pozíciót kíván fogni, akár közpolitikai, akár politikai értelemben, és ezt a pártrendszert a déjúra után de facto is át akarja rendezni. Hát szerintem sincs semmi meglepő abban, hogy gyurcsány, tehát hogy csak gyurcsány van. Az egy furcsa az időzítés, hogy éppen egy történelmi vereség után három-négy hónappal jelenti be az árnyék kormánynak a felállítását, Nekem van egy szimbólumom az Árnyék-kormányból, szegény Arató Gergely, aki a kormányzati program végrehajtásáért felelős, tehát egy Árnyék-kormány, aminek nincsen semmi dolga, és van egy, aki felelős a semmi dolgáért. Tehát ez egy érdekes, ez egy érdekes szimbólum, mert hát te is tudod, hogy nincsen semmiféle számon kérhető politikai tartalom az Árnyék-kormány mögött. Arról szól, most mondtad el, pozíciót foglaljon, letakarítsa a terepet a baloldalon csak gyurcsány van, erről szól a történet, az összes többi az meg az elbábozás. Lehetne még, még 15 miniszter, meg a kormányprogram végrehajtásáért felelős minisztert ellenőrző miniszter is, nincsen semmiféle jelentősége, csak az a jelentősége, hogy Gyurcsány bejelentette az igényét, és senki nem számít, csak ő. És ezért... Én nem próbált integrálni más politikusokat is a DK? Tehát meg lett volna elvileg a lehetőség, hogy fölkérjenek, más ellenzéki pártokból, vagy más pártokhoz kötődő, kötődő emberek, hmm. de itt kifejezetten csak DK-s pártkatonák vannak ebben. Tehát ez egy nagyon-nagyon egyértelműen, ez egy pártkormány. Hát ugye két... Eh, Válaszolok a kérdést, csak a Gáborra. Tehát ennyire, hogy is mondjam, szóval hogy nyilván úgy tűnik, hogy az, az árnyékkormány az egy eszköz. Te azt mondod, hogy a, a térképnek a átrendeződése letarolására, én is tettem erre utalásomat, hogy az erőviszonyok átrendezésére, de... Amellett szerintem teljesen legitim igény a választók részéről, hogy ha már kormányzó pártot kritizálja egy történelmi válság alatt, hogy ez lehet másként, akkor ezt mutassa fel ennek az intézményes és értelmezhető közpolitikai álláspontját. Ez történik az árnyék kormányzással, hogy ez működik Nagy-Britanniában, meg működik Ausztráliában. Teljesen ott a helyzet. Teljesen, teljesen ott teljesen a helyzet, de bevezetni egy ilyen intézményt, eh, hogy is mondja, nem kell feltétlenül a gyurcsányfóbiából megoldani minden választ. Kiket vonjon be? Tehát erről beszéltünk az elő. Azért kérdezem, mert fél évvel ezelőtt én azt hallgattam az ellenzéki térfélen, térférről, hmm. ebben a műsorban is többen bizonygatták, hogy minden problémára a megoldás az előválasztás. Most ez ennek a teljes ellentéte. De hát ugye más tehát ugye más, a politikai helyzet. tehát van egy, egy százali, kétszer egy százalékos két zöld párt, van egy kétszázalékos MSZP, van egy kétszázalékos jobbik. És akkor a küszöb fölött van a Momentum és a DK. De amikor ezek a, ez mondatok amikor a ezek a mondatok elhangoztak, akkor a jobbik még a harmadik legerősebb ellenzéki párt volt, az MSZP még küszöb fölött ö volt. Azóta a választók a társadalmi támogatottságon mérjük azt, hogy egy pártnak mi a beágyazottsága, mi a realitása politikai értelemben. A választók akár április 3 felől nézzük, Akár az azóta eltelt időszak óta nézzük, világosan üzentek, hogy az ellenzéki oldalon kik a politikai szereplők, kik a politikai aktorok. Hol láttunk olyan politikai helyzetet, amikor a 16x százalékos párt összefog egy olyan párttal, aminek se tagsága, se beágyazottsága, se támogatottsága. A politika természetének mondana ellent, hogy politikai értelemben gyenge vagy kevésbé létező szereplőkkel egy a a politikát, közpolitikai, politikai értelemben térfoglalásra készülő párt, bevonjon az építkezésről. De, Közben... de az összefogás erről szól. De ugye nem túl vagyunk, hiszen ez, ez, a, ez a pont, ez Jó. túl van a kis három egy... jelezte, hogy a. Ez egy másik oldalról. Ezért hát mégis csak vannak például önkormányzatok, itt van például a főváros. Uh -huh. Ott van, ott van egy Karácsony Gergely. Ő nem a DK-tól nyerte el a mandátumát, ő elvileg MSZP-s. A budapesti nyerte el a mandátumát. Rendben, de elvileg, most ha azt nézzük, hogy egyébként milyen képzeletbeli szavazók vannak mögötte, meg milyen pártlogó, akkor ő egy MSZP-s kótán bejutott ember, így van? Talán párbeszédes, de, Párbeszéd de nem akar... MSZP. Tudom, igen. hogy mire utal a kérdésed. Igen, igen akkor neki most van legitimitása, mert az előtt te a legitimitás szót használtad. Azt mondtad, hogy hiába ül bent egy párt a parlamentben, hiába van frakciója, ha nincs mögött a támogatás, nincs legitimitása. Karácsony Gergelynek ebben az értelemben akkor most van? Karácsony Gergelynek a legitimitását a budapestiek erősítették meg. Szerintem elég világos ebből a... Te... De Az előbb nem ezt a logikát használtad, hát azok a pártok, amelyek bent ülnek a parlamentben, ja, de az azok választás, választás 2019-es helyzeteket, a... helyzeteket vetítünk rá egy 2022-es kérdésre. Karácsony Gergely a mandátumot 2019-ben nyeri el, egy olyan típusú együttműködésben, amikor a felek még az egymást egyenrangú vagy bármilyen rangú félnek tekintették. Azért kérdezem, mert te, a TI, az IDEA Intézet kutatásából az derül ki, amikor megkérdeztétek, hogy ki az, aki válságkezelést, ki az, aki jó válságkezelő, ki az, aki képes lenne menedzselni ezt a mostani válságot, akkor kihoztátok, hogy Dobrev Klárát 43 Nem, százalék a hoztuk, tartja. Ki azt ugye válaszadók. A válaszadók 43 a tartotta hmm. alkalmasnak Dobrev Kláret és 5 százalék Karácsony Gergely. Ez egy teljes népességen, tehát egy országos mintámért valóban, de a kérdésed arra irányul, hogy... Akkor szerinted legitime Karácsony Gergely, hogyha egyébként a ti azt mutatja, hogy a magyar emberek többsége őt alkalmatlannak tartja. ne lenne legitim? Budapest főpolgármesterének választották. Hát meg az ez a kérdés miért? meg arra vonatkozott, hogy ki az, aki kormányzati szinten tudna választani. Tehát itt Az előbb azzal érveltél, hogy az a politikai párt, amely bentül a parlamentben, megválasztották 1-2 százalékot, de csak egy 2 százalék van, most aktuálisan, lehet, hogy majd persze lesz több, de most aktuálisan csak 1-2 százalékos támogatottsága van, ővel nem is érdemes foglalkozni. Hát csak egy párt van, hát most emellett Mit lett, elkoszom, A kérdés az arra vonatkozott, hogy, hogy szükséges -e egy erős ellenzéki pártnak csekély a bíró pártokkal összefogni egy árnyék kormányzás esetében. Ez, a, a csekély támogatottság, ezek szerint Karácsony Gergelyre is igaz. Karácsony Gergelyre nem igaz, mert ő nem párt. Rendben. Ez világos, ő nem párt, ez kétségtelen, de mégiscsak egyéni, nem egyéni, tehát hogy szavaztak rá az emberek valamikor. Ez, 2020, itt a kulcs volt, igen. Ahogy a pártokra is szavaztak. Ez, ez a párvizal. Karácsony Gergely Ez a Karácsony például ugye nem társadalmi már a párbeszéd formációnak és talán nem is elnökségi tagja. Akkor feltételezem, hogy ő maga is máshova pozícionálja magát, mint a párbeszéd részegységeként, de hogyha arra utalsz a kérdés, hogy önkormányzatok, ti politikusoknak, a szerepét gyengíti, vagy akkor maradjunk a, egyébként most már jó ideje pontatlanul használ, de legitimáció szónál, delegitimálja az, hogy a DK egyedül alakít árnyék kormányt, akkor szerintem ezek között nincsen ellentmondás. A DK árnyék nem az annak a problematikája, nem a DK problémája, hanem azok, akik alapvetően nem tudtak növekedési potenciállal előélni évek óta. Én azt megértem, hogyha ez valakinek elég kellemetlen, de ugye a választóknak meg van egy ilyen igényük, hogy az ellenzék legyen, kerüljön mozgásban. Na most ez, hogy az Árnyékkormány kormány jó vagy nem jó, majd fél év múlva, vagy inkább Nekem egy év múlva megnézzük a, a méréseket, hogy oké, okay, de hogy mozgásba kell lendülni, az egészen egyértelmű. De Balázs, miért van ennyi miniszter? Tehát olyan nagy, ilyen hatalmas kormány lenne Viszont ez. egy hiányzik, egyet kihajtott. Egész egyszerűen ez és Máté Fideszes frakcióvezető szúrta ki, hogy nincs igazságügyminiszter, már pedig annak egyébként lennie kell. Tehát az... Azt mondja, hogy az elhangzott politikus nyilatkozatok alapján az a kancelláriához fog tartozni. Ez egy ilyen minisztéri struktúra. Ez az Orbán kormánynak olyan minisztériumi struktúrája van, amilyen. Talán ez a politikai kormányzás, amit gondolunk. Azért ettől ne... Akkor is egy behemót kormánynak a képe leveg szemem előtt, tizenakárhány miniszterrel. De ne lebegjen, mert ez még csak egy árnyék kormány. De hát kísértet. Beszéljünk ezekről a nevekről. Egy csomó olyan ember neve tűnik föl, akik azért mondjuk úgy, hogy nem a, tehát nem, egy, nem a legújabb generációt képviselik. Jelen voltak a megyesi kormány idején, sőt, ott van például Bodnár Zoltán, aki ugye árnyék pénzügyminiszter lenne, ő a kulcsárügy kapcsán azért erősen összefüggésbe került az ott felmerült korrupciós ügyjel, vagy ott van Komáromi Zoltán, aki a vizitdíj megtartásáért gyűjtött aláírásokat vagy Dávid Ferenc, aki szerint a ársapkák. Tehát, hogy ö, mit üzen ez a népsor? Olyan szereplőkről beszélünk, akinek a mondatait még nem hallottuk árnyékminiszterként. Én ezt értem, hogy nektek miért fontosak ezek a nevek, és hogy az önéletrajznak azt nem, nokat, nem a pontjait csak, emeljük. Hogy... Nekem még előtt a névsor még nem üzen de semmit. De egyetértesz, hogy hát ez egy, ez egy kormány nem, népsor, nem a csak csak is, Szerinted ez, szerinted ez, nem ez nem egy... Tudom. Amikor felállt ez a mondjuk sorrendben negyedik Orbán kormány, még meg se szólaltak a miniszterek. Mindenki megpróbálta értelmezni, hogy mit üzen a kormánynépsor, népsor. bekerült Lázár, bekerült uh -huh. Navracsics, miről szól ez? Akkor legitimnek tartotok ne, ne, ezt ne, a... Ne, 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 Gábor, velem ült szembe, az én álláspontom akkor is az volt, hogy várjuk a kormányzati cselekvést, és annak jegyében itt. De itt az a Mert probléma, hogy itt nem lesz cselekvés. Én, itt, ennyi, itt mi a mérce, az, hogy mi az elhangzott szó, mi a beszéd, milyen értékek, milyen normák, milyen központi álláspontok jönnek ki. Elbír, jönnek a ki, de most valami azért le kell mérned az árnyék kormány tevékenységét, legalább a szavakig jussunk. De? ez a probléma. Mert Na, hogyha, nem ha nem méred le. Ha nem, éred le, kiállana, nem érnem. Hát egész egyszerűen nincsenek cselekvőképes helyzetben. A válság az nem szép irodalmat követel, hogy Dávid Ferenc szépen beszéle majd a válságról, vagy milyen értékeket mond az ATV reggeli műsorába, Kámar, hanem arról van mindenkor szó, hogy vagy kezeled a válságot, vagy a válság legyőz. Na, ez, hogy mi a válságkezelői alternatívájuk. Szerintem 2010-et megelőzően a kormányzó pártal szemben az akkori fidesz KDP csak annyit mondott, nem tudom, hogy sok mindent mondott, de egészen biztos, hogy azokat, ha funkciókat akarod elvenni most egy potenciális árnyék kormánytól, nem tudjuk, hogy ez mondjuk hogyan intézményesül, amit a mindenkori ellenzéknek a feladata lenne. Egy másik időszakban, ugyanebben a stúdióban, talán nem ennél az asztalnál, de folyamatosan azt hallottuk viszont, hogy mi az ellenzék valós közpolitikai álláspontja, mi az alternatíva. Amikor ennek a lehetősége intézményesül, hogy ezt letapogatható váljon hétről hétre, napról napra, akkor pedig azt mondod, hogy a szavaknak nincsen értelme, hát akkor, akkor nem, igazából... Miért nem ez... egy programmal állt elő? De honnan alékeni? tudod, hogy jön, hogy nem jön? De csak... Lehet. A... Miért nem, miért ma program van? Tehát miért személyek? Mert... Szerintem programban egy olyan helyzetben, amikor a politika állandóan változik. A szankciós politikáknak, amit ma a szankciós politikák, ezzel kezdtük, egy bizonytalan, folyamatosan mozgó, előreláthatatlan helyzetben vagyunk. Aki ma programot ad, az országnak kormányzó pártként vagy ellenzékként, az a politikának ezt a fajta esetleges nehéz jellegét, amiben most vagyunk pont nem érti. Életveszély lenne bármilyen politikai entitás részéről programot adni egy olyan helyzet, ami egészen másképp másképpen mit néz csinálni ki ezek olnak. az emberek. Ha programot nem adnak, akkor ők voltak éppen mi a funkciójuk? Hát a kormányzati kritika mellett a kormányzat az szembeni politikai közpolitikálás volt megjelenítése. Hát ez lenne a program, nem? Hát ez nem mindig áll össze koherens programmát, azért az egy eléggé nehéz lenne azt gondolni. Akkor a Fidesz 2010. megelőzően program nélkül csinálta meg az ellenzék kritikáját? Nem program nélkül, az most egy később érkezett meg. Most az, hogy így írott dokumentum, ami kézbevehető, vagy egy, akár egy olyan akció, mint mondjuk a Nemzeti Konzultáció, én ezekről beszélek, mert most személy neveket látunk, de nem látjuk, hogy mi a de politikai cselekvés. Most fordítsak egy kicsit a nézőponton, hogy szerintem a Fidesz örül. Azt mondta Gyurcsány, mi van most Gyurcsány? alig várja, hogy beszéljenek az árnyékminiszterek, hogy megszólaljon valamelyik, hogy támogatjuk a szankciókat. Alig várják, hogy azt mondja valamelyik, hogy katonákat kellene küldeni Ukrajnába. Mert no ez de, fog következni. Még egy utolsó témát hadd hozzak be, kettő percünk van hátra. A Jobbikban tovább fornak, a, ugye kukta hasonlatod, ugye itt megint előjön, tovább fornak az indulatok, most éppen Gyöngyösi Mártonnak a magánéletéről szólnak a hírek. Szerintetek mi történik a jobbikban? Ez egy végjáték, vagy egy tisztulási folyamat? Azért nevetek, mert nem hallottam Gyöngyösi Mártonak a magánéletében, milyen kukták és egyéb más dolgok fornak. De el nem mond, hogy éppen hol az Mindenkinek van internete otthon, utána néz? Ez fogok utána, Cs. Ennél csak jobb dolgom van, mint hogy ezzel foglalkozzak. Én, én Szerintem... Ezzel kapcsolatban kérnék egy pályázatot a kortás drámaíróknak, hogy írják meg. Ugye a politika történetileg nagyon nehezen látjuk azt, hogy egy olyan párt, ami talán a Fidesznek sikerült, ugye eljut a küszöbb környékére, Fidesz, ugye egy 94 utáni időszakról beszélek, eljut a a küszöbne vagy az alá, a jobbik most azért már ott van, hogy ebből a pozícióból ilyen dezintegratív, politikai, személyzeti értelemben ez a párt elinduljon ismét felfele. Ez egy politika történeti ritkaság lenne, és a választók racionalitásával kezdtük, akkor a választók racionalitása ott is megnyilvánul, hogy ezek ilyen eseteket nagyon-nagyon keveset láttuk Jó, a, a magyar-magyar politikát. egy ]ben. ásóföldet a Jobbikra, Gábor. Hát én nem állok be én inkább, ha már szép irodalom, akkor mondom, írjunk -e egy pályázatot, kortás drámaírók, a disznótortól elkezdve minden ilyen egyéb történet, ami az utóbbi egy évben elhangzott a Jobbikkal kapcsolatban, hogy milyen botrányok voltak, nyugodtan meg lehet írni, el tudnék képzelni egy ilyen drámaíró versenyt. Ennyi fért bele a 48 percbe, köszönjük a figyelmüket, egy hét múlva találkozunk az m és a hírodóhu addig is, ahogy mondani szoktam, tartsák szárazon a puskaportet. フ <laughs>